Sziasztok! Átjöttünk Mongóliából Oroszországba. Összesen 10-szer kellett elindítanunk az autót Ulán-Udéig, ahol bementünk egy szervizbe, és felújították az indítómotorunkat, mert tényleg beteg volt, nem csak a kábel volt a probléma, illetve a felfüggesztésen is kicseréltek pár dolgot, hogy teljesen sima legyen a hazaút Budapestig Krokodilnak. Mi pedig a szerviz után eljöttünk a Bajkáltóig. A Bajkáltó Oroszország legnagyobb tava, illetve ha jól tudom, akkor a világ legmélyebb tava is. Kristály, tiszta vize van. Élnek benne fókák, mi eddig nem láttunk, de még maradunk egy picit, hátra találunk egyet. Elég hideg a vize, télen úgy befagy, hogy autóval is lehet rajta közlekedni, illetve régen a Transzszibériai Express a tavon keresztül ment át télen, most már ugye kiépítették a megkerülő utat. Szóval elképesztő nagy a tó, gyönyörű a vize, és most meg is mártózunk egy kicsit, mert állítólag, ha fürdesz a Bajkáltóban, akkor megnöveled a várható élettartamodat. Yeah! Vagy hozzászoktam a hideg vízhez, vagy nem is olyan vészes. Nos, a víz egyáltalán nem olyan vészesen hideg, olyan 19-20 fokos lehet, úgyhogy gyertek húzni a Bajkáltóba. Fejet is bele! A hosszú élet titka! Remélem. Na milyen volt? Hideg. Mennyire? Hát egy kicsit. Hány fok? Hát 18. Ebben még úszunk versenyen. Simán. Neoprén nélkül. Úszni oké. Zsír nélkül. Ja. Bálna zsír nélkül. Ha sütne a nap, akkor egész jót lehetne strandolni. Így azért egy kicsit hűvi van, megtörölköző, miután befejezted. Amúgy ott aludtunk, és a kikötőben lévő bulihajókról, parti helyekről egész éjszaka üvöltött a zene. Megtaláltuk a part egyetlen fókáját, Svetlanát. Lehet menni hajóval fókanézésre, de mi egyrészt spúrok vagyunk, másrészt nem is akarjuk zavarni a fókákat a természetes élőhelyükön. Az úgy oké lett volna, hogy itt elúszkálnak, kapnak egy banánt, meg egy ilyen pöttyös labdát, de nem jöttek erre, úgyhogy be kellett érnünk Svetlanával, a szoborfókával. We'll be right back.
Várj, így, hogy mindenkettőnek a szemüvege benne legyen. Pisilje, kis kezdbe hát. Ne, hagyja már. Megy, benne van. Megy, Zsófi. Nop. Ez ennyi volt! I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive.
nagy a különbség, hogy az 1-4-es, illetve meg 1-8-es. Fényerő. Nem sötét az egyik robottot. Én meg folyamatosan ugrálom, hogy a lencsát mire vagyok az egyik. Most jó. Több helyen, leszik a fényerőt. Nem, mert videózom. Ja! Miért nem a tiéd, a drága színe? Mert azt nézem, hogy ennek miért ugrál fel. Mondd neki, Andis, mondd neki. 50. Te fókusz ez a szó. Kapaszkodj mindenképpen. Gyere, segítsen. Akkor is vissza. Mi? Jani, fogjam a kezed? Léci, nem félek. Nem. Csak úgy nem fogom meg. Csak úgy nem? Már. Pedig a szeretet a világban így is olyan kevés. Ezt nézd, milyen kis izi. Csinta vagyok. Hú. Jani, te elvesztél? Jani, ott jön. Jani. Nem hallottuk, hogy legurultál volna, de nem jöttél. Nem látok ebben itt semmi. Ujj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 
Sziasztok! Az Irkutszki reptéren vagyunk. Itt aludtunk, itt töltöttük az éjszakát, és itt fogunk tölteni még egy éjszakát. Ugyanis Krokodilt, a Pajero-nkat Andrisék már elvitték, és Budapest fele tart, egy hónapra lesz hazaérni. Mi pedig itt állomásozunk Oroszországban, amíg tovább nem repülünk Dél-Koreába, Szöulba. Ez volt a szálláshelyünk. Eléggé kényelmetlenek a padok, mert egy ilyen cső a kerete a székeknek, és hát nem nagyon tudtuk ezt még puhábbá tenni. Összetoltuk a székeket, alatta van az összes cuccunk, minden értékünk, és gyakorlatilag így aludtunk. Itt Irkutszkban kiderült, hogy kicsit kiszakadt a hátsó gumi, a jobb hátsó guminak az oldalfala, úgyhogy ezt visszaragasztottuk, remélhetőleg tartani fog Andiséknak hazáig, illetve sokáig szeretnénk használni, mert nem volt olcsó. Úgyhogy ez a helyzet. És hát vállalkozunk. Kicsit nehézkes, mert ugye nincs itt velünk a gázfőzőnk, nincs velünk a zuhanyzó, úgyhogy mindent a reptéren oldunk meg. Ja, és ráadásul kicsit betegek is vagyunk mindenketten, úgyhogy még jó, hogy egészen csak feküdnünk kell, hogy ezt a lázat, amit ránk telepedett, azt kibírjuk. És aztán meglátjuk, hogy Szöulban hol fogunk táborozni, mert azt még nem szerveztük le. De hát kell egy kis spontanitás. Sok puszi! Megy a gépünk!